Bosinski Mór 114 évvel ezelőtt, 1907. február 22-én hunyt el egy tüdőgyulladás szövődményében. Előtte azonban még rengeteg értéket hagyott Szekszárdra és a megyére egyaránt. Bosinski Mór pap volt, tehát egész életében római katolikus plébánosként dolgozott, részben a völgységben, több településen, majd életének az utolsó bő évtizedében itt Szekszárdon volt apát plébános, ráadásul apáti rangot is kapott az uralkodótól. Tehát ezt a feladatát, munkáját ezt folyamatosan ellátta tudományos tevékenysége mellett, amely az 1870-es évekre nyúlik vissza, annak is a végére, amikor pályakezdő plébánosként Lengyelre került, gróf Apponyi Sándornak a birtokára, és az ő támogatását élvezve kezdte el végezni a lengyel határában lévő Török Sáncon azokat az ásatásokat, amely egy új őskori kultúrának a felfedezését hozták mai magával, amelyet a mai napig is lengyeli vagy lengyel kultúrának hívnak a régészek. Ezt a szakmai régészeti munkásságát ezt ettől fogva folyamatosan végezte, tehát a papi tevékenysége mellett, és annak egyfajta ilyen következménye volt, hogy itt a saját, illetve Apponyi Sándor felajánlásából magát a gyűjteményt felajánlott a Tolna vármegye javára, egy múzeum alapítási célra. Ez 1895-ben történt meg, és szerencsére Tolna vármegye közönsége élt ezzel a lehetőséggel, és ekkortól lehet számolni azzal, hogy a múzeum megalakult. Ekkor még nem volt épülete a múzeumnak. Bosinski első régészeti kiállítását 1899-ben a Garai János gimnázium épületében nyitotta meg. Majd 1901 és 2 között állami támogatásból megépült a jelenleg is működő múzeumpalota. Az, hogy a vasútállomás, illetve a Béla királytér, illetve a Garai tér között félúton helyezkedik el az épület, ez valahol mutatja azt is, hogy Bosinski, illetve akik ebbe a folyamatban részt vettek, mennyire perspektívikusan gondolkodtak az épületnek az elhelyezést illetően, hiszen a város csak is ebbe a keleti irányba tudott lényegében terjeszkedni, tehát gondolhatni való volt, hogy ez előbb-utóbb belterület lesz, és hát így is történt, most már ez egy belterületi résznek számít. Bosinski lett 1899-től a múzeumoknak az első igazgatója is, tehát ezt a feladatot is vitte egészen haláláig. 1901-től múzeumoknak, illetve könyvtáraknak az országos főfelügyelője lett, ebből adódóan az egész országban végigjárta a múzeumokat. Tehát ez ugye a Nagy Magyarországot jelenti, tehát nem volt ez jó, a kevesebb múzeum volt, de ettől függetlenül nem volt egy annyira kis feladat, tehát viszonylag sokat volt távol Szekszártól. Nagyon fontosnak gondolta saját korát kicsit így megelőzve, hogy az ismeretterjesztés, hogy mennyire fontos a szélesebb rétegek számára is. Tehát itt felolvasó esteket, diavetítéseket rendezett, tehát az nagyon élénk múzeumi élet volt. Annak ellenére, hogy abban az időben csak heti 2 napot volt nyitva a múzeum. Hiszen ez egy egyszemélyes múzeum volt, még utána Bosinskit követően is nagyon sokáig, mondjuk így a II. Világháborúnak a végéig, ezt követően kezdett szélesedni a múzeumnak a szakmai gárdája. Az apát plébános nagyon sok akadémiának a választott tagja volt szerte Európában. Ez nyilván ez egy szakmai elismerés volt, helyben leginkább a papi tevékenysége miatt tudták megítélni, illetve az, hogy a múzeumban múzeumigazgatóként itt tart mindenféle előadásokat. Az egykori leírások, illetve visszaemlékezések szerint nagyon kemény volt, és ez nyilvánvalóan a tevékenységében is megmutatkozik. Tehát az, hogy ezeket az előbb vázolt dolgokat, múzeum alapítás, múzeum épületnek a áthajtása vagy végigvitele, ezek mind egyfajta keménységet és feltételeznek. De ő egy nagyon sok nyelvet beszélő, tehát eredendően lengyel származású volt édesapja, édesanyja német származású volt, magyar volt lényegében az ő anyanyelve, vagy a második anyanyelve, ha úgy tetszik, de hát papként ugye latinul, illetve görögül, majd később franciául is megtanult, tehát volt egy olyan alaptudása, amelynek a segítségével azért részben a világot is meg tudta ismerni, nagyon sok utazást végzett, tehát utazásban vett részt, főként Európába, de Ázsiába, illetve
még talán Afrikába is, igen, Alexandriába is eljutott, tehát Egyiptomba is járt, saját korában ez abszolút nem volt azért szokott dolog. Tehát azt mindenki tudta, aki valamilyen módon ismerte, hogy ő egy nagyon jelentős és tudós ember volt, és mivel fiatalon halt meg, tehát 53 évesen a életének a teljébe, ezért egyfajta sokként is érte a Szekszárd közönségét is az ő halála. Nem is véletlen, hogy egyébként ezt követően azonnal egy szoborgyűjtésbe kezdtek itt helyben, és ez azonban akkor még nem tudott megvalósulni, azonban a szobornak egyfajta terve fennmaradt, egy Franek nevű helyi szobrász egy szobor, gipsz szobortervezetet készített. Ez az alkotás azóta is a múzeumigazgatók mindenkori irodájában található. Ódor János igazgató az interjú készítése alatt egy képeslapot szorongatott a kezében, amiről később kiderült, hogy több mint 100 éves. Ez azért érdekes, mert ennek a bélyegzője 1907. február 8-a, előtte egy nappal Asszíria és Babilon néven tartott még itt a múzeum épületében, pont itt az emeleti részen még előadást, de ezt követően ez a tüdőgyulladásnak a mindenféle szövődménye eluralkodott rajta, és egyre nehezebben tudott már dolgozni. Úgyhogy ez pont egy olyan időszaknak az emléke, ez a képeslap, amit Vitéz Attila adott a múzeumnak, amely Vosinszki halála idejében ábrázolja a múzeum épületét. Az 50-es években, amikor a névadás felmerült, tehát hogy konkrétan valakiről elnevezzék az intézményt, pont az ő papi pályája tette ezt lényegében lehetetlenné, hogy róla nevezzék el a múzeumot, akkor még Béri Balog Ádámról, és ez egészen 1989-ig tartott. Ez az időszaka az intézménynek, és 1989. május 19-én a múzeumi világnapon vehette föl az intézményünk az alapító Vosinszky Mór nevét.